kedves vendégeink, tanáraink, úttudó osztályaink és gyerekek. A mai nap egy rendkívüli nap, az utolsó tanítási nap. Hurrá! Mielőtt elmegyünk, töltsünk együtt egy délután tánccal, nevetéssel, versekkel, dalokkal. Először nézzük meg a 8. osztályosok és a 9. osztályosok táncát. Bye.
Thank you.
Kérem, minket kaptó urat, búcsúzzon el a barlangoktól. Tisztelt vendégek, kedves szülők, kollégáim, kedves ballagó diákok! A tanév vége búcsúzással jár, ezt mi minden évben megismételjük, de mégis nehéz megszokni a búcsúzást, mert a búcsúzás az mindig eltölt minket egy kis szomorúsággal. Szomorúak vagyunk azért, mert tudjuk, hogy ez az utolsó lehetőség, hogy veletek együtt legyünk. Nem lesz többet olyan, hogy a folyosón egymásra köszönünk, egymásra mosolygunk, vagy ebédnél jó étvágyat kívánunk, vagy megnézzük a közös képeket, ahol még látszik, hogy milyen pici kisgyerekként jöttetek ebbe az iskolába. Nem lesz lehetőségünk többet veletek találkozni. És ez szomorú, még akkor is, ha én a magam részéről most a mai napon 25-ször próbálom és gyakorlom ezt a búcsúzást. Mégsem tanultam meg. Ezt nem lehet megtanulni, ez mindig nehéz, minden újabb búcsúzás az nehéz. És különösen nehéz azért is nekem, mert én is elbúcsúzom a gyerekektől, tanárnéniktől, szülőktől. Én nem tovább tanulni megyek, mint ti. Nem munkába állok, hanem éppen munkából fogok kilépni, úgymond nyugdíjas, boldog éveimet kezdem meg. Tehát ez még nehezíti a búcsú hangulatát, és különösen az is nehezíti a búcsúzást, hogy nagyon sokáig, nagyon sok-sok éven keresztül voltak a közöttünk. Ha kiszámoljuk, egy-egy tanulónál 15-16, de az is előfordul, hogy 16-17 évig itt volt az óvodában, az általános iskolában, majd a szakiskolában. Ez a hosszú időszak nagyon sokat jelentett a ti életetekben. Itt kezdtétek meg azt az időszakot, amikor az első szavakat mondtátok, majd ezeket megtanultátok leírni, és közben megtanultatok számolni. Ezután egyre nagyobb tudással rendelkeztetek, tanultatok Mátyás királyról, megtanultátok, hogy hol van Lengyelország, vagy éppen Amerika, és tanultatok sok-sok mindenről, például az elektromossággal is. Nagyon sok tudást szereztetek, ennek a bizonyítéka az, hogy az osztályfőnökök, mind a nyolcadikosok, mind a szakmát letévő, vizsgázó tanulók esetében arról számoltak be, hogy jó eredménnyel fejeztétek be tanulmányaitokat. Ez a jó eredmény nektek, szorgalmatoknak köszönhető, és tanáraitoknak. Tehát most szeretném megköszönni azoknak a tanárnéniknek a sok-sok munkáját, akik veletek hosszú éveken keresztül foglalkoztak. Szeretném megköszönni a tanároknak a türelmet, a kitartást, azt a bizakodást, hogyha egyszerre nem koronázta munkájukat siker,
akkor tudták, hogy egyszer majd elkövetkezik. Sok-sok kitartással, várakozással érték el azt, hogy most szakmunkásként, vagy 8. osztályosként sikeres bizonyítványt tartotok a kezetekben. Szeretném megköszönni az itt lévő szülőknek, hogy ez alatt a hosszú idő alatt, amelyben volt oktatás, nagyon sok ismeretet kaptak a gyerekek, de nagyon sok nevelés is volt. Nevelés, amiben megtanulták ezek a gyerekek, hogyan kell viselkedni közösségben, hogyan kell utcán, hogyan kell vendéglőben viselkedni. Ebben az oktatási és nevelési folyamatban sok segítséget adtak nekünk, támaszkodtak ránk, együttműködtek velünk. Tehát végezetül ugye mindenkinek köszönet jár, elsősorban a dicsőséget bizonyító tanulóknak, a tanáraiknak és a szülőknek, akik ebben segítettek. Amikor most eltávoztok tőlünk, hát a végzősöknek itt is, meg a szakmunkásoknál is egy része azért még itt marad nálunk, mert tovább tanul szakmát fognak szerezni egy következő szakmát ebben az iskolában. Én azt kívánom, aki végképp elhagyja ennek az iskolának a falait, sikeresen folytassa tanulmányait. Van olyan, aki munkából áll, Éva esetében azt tudom mondani, hogy sikeresen folytassa azt a munkát, amit itt elkezdett, hiszen ő ebben a munkában fog tovább dolgozni. Sok sikert kívánok! És mindannyiótoknak azt kívánom, hogy amikor visszajöttök hozzánk ebbe az iskolába, akkor ugyanolyan örömmel térjetek vissza hozzánk, mint áprilisban azok az öreg diákok, akik ebben az iskolában 15-20 vagy esetleg 30 évvel ezelőtt végeztek. Boldogan, mosolyogva jöttek vissza, és örömmel üdvözölték volt osztálytársaikat, illetve volt tanáraikat. Ezt kívánom nektek, sok sikert az életben, és örömteli visszajövetelt hozzánk. Köszönöm szépen! A legkisebb gyerekektől, akiket még megpróbálunk a széken tartani, egy picit el szoktunk búcsúzni. Az óvodából elvallaknak, és átmennek az iskolai tagozatra. Ebben az évben mindössze 2 olyan kis óvodásunk van, aki vallak az óvodából, és megérkezik az iskolába. A 2 óvodásunk közül az egyik töme, rendes nevén Kóf Máté, nagyon várja, hogy iskolába menjen. Szépen beszél, ügyesen rajzol, és már elkezdett olvasni és írni. Óha! Következő ballagó óvodásunk, Kici Klárika. Klárika nemrég érkezett hozzánk, kedves, barátságos kislány, szépen rajzol és ügyesen tornázik. Tessék, szaladjál! Kiváló tanulók fogunk évvégén minden évben választani. Ez évben tanulmányi eredményei alapján Sági Renáta a legjobb tanulók.
kedves magatartásáért, kiemelkedő olvasottságáért, kiváló tanulmányi eredményéért és a versenyeken elért sok jó helyezésért kap jutalmat és dicséretet. Gratulálok! Kiváló tanulmányi eredményért és kiemelkedő sport teljesítményért. Gratulálok! Elsősorban a földrajz tanítás volt az ő kedvenc témaköre,
de anyanyelvesként és beszédfejlesztő pedagógusként is elismert szakmai sikereket aratott. Búcsúzunk tőle, ezt az ajándékot, ezt elküldjük neki. Van olyan kolléganő itt a közelben, aki majd át fogja adni. Szeretettel köszöntjük és jobbulást kívánunk neki. Egy tapsal! És nagyon-nagyon sok éve tanítja a gyerekeket történelmet, és gazdája, ami egyre bővülő, egyre gazdagabb könyvtárunknak, talán eltalálom a könyvtári állományt is, ha azt mondtam, hogy közel 11 ezer kötet van a könyvtárban, ő ezeket egyenként ismeri, gondozza, és kiadja olvasásra a gyerekeknek, a felnőtteknek egyaránt. Szívesen és szeretettel fogad mindenkit a könyvtárban, és mindig nagy szakértelemmel tanította a gyerekeknek a történelmet. Ő is nyugdíjba vonul, szeretettel köszöntjük, és jó pihenést kívánunk!
Yeah.
hogy beszéljen erről a tanévről, és ott neki nekünk az ajándékokat. Felülmúlta, pedig akkor azt mondtam, hogy olyan magas, hogy talán ez már tovább nem növelhető, de 500%-kal növekedett a tavalyihoz képest, tehát 4 egész az iskola tanulmány átlaga. A szakmai vizsgát tett tanulóink eredménye hasonlóan kiemelkedő. Azaz 4 egész feletti a tanulmányi átlagok a most szakvizsgázóknak. Azzal is eldicsekedhetünk, hogy több tanuló a szakma kiváló tanulója elismerést nyerte el az országos szakiskolai versenyen. Ők a Börtág szakmunkások. A jó tanulmányi eredmény mellett az is örvendetes, hogy nincs javító vizsgára utalt tanuló, és nincs osztályismétlő tanuló sem. A jó tanulmányi eredmény és a bukásmentesség a nagyszámú egyéni fejlesztési órának is köszönhető. A tanulók felzárkóztatása, fejlesztése, differenciált fejlesztése hetente 48 órában történt. Sok tanuló kapott dicséretet, egy tanuló minden tantárból általános dicséretben részesül, ő pedig Szebeli Melinda. Nem tudom, hogy van. Mindjárt jön a jutalom is. A tanulóknak közel az egy negyede kapott tantárgyi dicséretet, azaz 19 tanuló, ez nagyon szép szám. A jó tanulmányi eredmények mellett a szorgalmi jegyek is természetesen magasak, hiszen a tanulmányi eredmény jó, az egyben azt is jelzi, hogy szorgalmas a tanuló. Anyagszorgalmú tanulónk idén nem volt. A legrosszabb szorgalmú tanulók is változó szorgalmi minősítést kaptak. Hát a magatartási jegyek azok egy kissé elmaradnak a tantárgyi átlagtól. Itt is volt dicséret, de kevesebb, mint a tantárgyi dicséret. 7 tanuló kapott dicséretet magatartásból. És rossz magatartás, azaz 2-es magatartású tanuló, mindössze 2 volt. Őket nem szeretném itt felállítani, mert az ugye megszégyenítés. De reméljük, hogy jövőre nem lesz ilyen. A tanév során sok volt a hiányzás, ezért magas a hiányzási átlag az iskolának, de volt egy olyan tanuló ebben az évben is, aki egész évben egyetlen egy napot sem hiányzott, őt is bemutatom a vendégeknek, kollégáknak, ő pedig Klemann Éva, kérem szépen állj fel. Jó? De hát Évi nem hiányzott egy napot sem. Az idei tanévben is nagyon sok szakkör működtettünk a gyerekek tehetségfejlesztése érdekében, szám szerint 10 szakkör működött. Ezek a szakkörök egész évben nagyszámú érdeklődés mellett folytak. A szakkörök munkájából idén is a folyosón megtekinthetően a fotó, a kerámia tárgya, illetve a bőr tárgya, amit büszkén mutatunk a vendégeknek, hiszen nagyon szép alkotásokat készítettek a gyerekek. Azzal is szeretnék eldicsekedni, és rögtön befejezem, mert látom, hogy mindenki már türelmetlen.
de azt még szeretném elmondani, hogy a fotószakkörünk elnevezése ugye mai Manó, és mindjárt átadom a szót a tanárnőnek, a szakkörvezetőnek. Országos siker aratott az országos fotópályázaton, erről Léber Anikó tanárnő mindjárt tájékoztat minket. A szülőket szeretném arról még tájékoztatni, hogy nyári tábor idén is rendezünk, ebben a szezonban Salgóbányán, ugye Salgótarjánon belül van Salgóbánya, Salgóbányai Medves Hotelben lesz a tábor helyszíne, szép erdős környezetben. A tábor anyagi támogatásához a Beszélő Siketért Alapítvány járul hozzá. Két tanulónk Londonba utazhat, a tél folyamán egy drágai kétfős utazásra volt lehetőségük, most pedig Londonban tud eljutni két tanuló. Kedves vendégeink, ahogy mondtam, nagyon sok szép eredményt értek el a tanulók, házon belül, házon kívül, különböző nemzetközi és országos versenyeken. Ezeknek a jutalmazása rögtön megtörténik, de előtte még átadom a szót Réber Anikó tanárnőnek, aki a fotósok munkáival fog dicsekedni. Átment, és most ismét ő következik. Sági Renáta, Országos Tanulmányi Komplex Anyanyelvi Ismeretek versenyen első helyezést ért el, a csapattal harmadik helyezést. Marton Bianca, Hagymári Pál emlékversenyen szövegértelmezésből elért hatodik helyezéséért. Hagymári Pál emlékversenyen szájrólolvasásból negyedik helyezést ért el, a csapattal pedig ötödik helyezettre, országos magyar versenyen harmadik helyezést ért el, és ott is a csapattal harmadik helyezettre. Gratulálok! Bocsi Viktória következik. Országos tanulmányi versenyen hatodik helyezést ért el, a rajzban kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Gratulálok! Botnár Zsolt, a matematika versenyen harmadik helyezést ért el. Gratulálok! Papp Attila, a nemzetközi magyar versenyen harmadik helyezést ért el, az országos tanulmányi komplex természetismeretek versenyen hetedik helyezést ért el, a csapattal pedig harmadik helyezést ért el. Szabó Enikő, az országos tanulmányi komplex természeti ismeretek versenyen ötödik helyezést ért el. Gratulálok! Mester Rihár, a nemzetközi magyar versenyen második helyezést ért el, az országos tanulmányi versenyen hatodik helyezést ért el, csapattal harmadik helyezettel.
Péter. Elfordult. Kozák Péter az országos tanulmányi komplex természeti versenyen 6. helyezést ért el, most ezért kap jutalmat. Dulcsik Marcell következik ismét, az országos tanulmányi versenyen a csapattal 3. helyezést ért el. Lakatos Gusztáv a nemzetközi magyar versenyen 3. helyezést ért el. Szemelédi Ádám. A szakiskolák tanulóinak meghirdetett országos versenyen 1. helyezést ért el, a szakma kiváló tanulója lett. Tulkán Eduard. Szakmai országos tanulmányi versenyen 3. helyezést ért el, a vizsga letétele alól mentesült, olyan szép munkát készített. Gratulálunk, Edi Tivá! Hajusztács Gábor. Ő is az országos szakmai tanulmányi versenyen helyezett le, szakmai munkából ezért gyakorlati és szóbeli vizsga letétele alól mentesült, olyan eredményes volt a szakmai versenyen a teljesítménye. Nagyon nagy szó, gratulálok! Akiről már elmondtuk, hogy az egész tanévben egyetlen napot sem hiányzott, de más jó teljesítményei is vannak, így például a szakmai tanulmányi versenyen jó helyezést ért el, és ő is mentesült a szakmai gyakorlati vizsga letétele alatt ezért. Jó munkát kívánok, mert ő a saját szakmájában tovább. Sajti Sándor következik. A szakmai tanulmányi versenyen szép helyezést ért el, ezért a szakmai gyakorlati vizsga alól ő is mentesült. Na most jönnek a picik. Szeveri Melinda, Kis Tünde, Sinkó Dorottya, Száz Enikő, Adorján Zsuzsika, Pap Balázs. Az egész csapat rajzból kiemelkedő teljesítményt nyújtott, ezért jutalmazásban részesülnek. Szépen ügyesen rajzol. Thank you.
azért kapnak jutalmat, mert az Antomin csoportban nagyon ügyesek voltak, lelkesen, kitartóan, szépen dolgoztak. Kérem szépen őket! Ők is egyesével. Akkor! István a diák önkormányzat munkáját segítette, szorgalmas, dolgos fiatalember. Gratulálok! Következik Monori Martina. Martináról tapasztalhattuk mindannyian, hogy kiválóan konferálta, vezette a mai műsor. Köszönjük neki, és ezért megajándékozunk. Sport. Sokat eredménnyel és jó szereplésen zárták az egész tanév során, sok sikert hoztak az iskolának. Ezt fogjuk utalommal megköszönni. Elsőként Horváth Robi. Hova? Robi az iskola legjobb fiú sportolója. Ő pedig Ádám Alexandra, az iskola legjobb lánysportolója. Van olyan sportolom, aki a legsportszerűbb játékos díját nyert el, ő pedig Lakatos Gusztáv. A tanév során az osztályok között is nagy vetélkedés volt sportban, és az osztályok közötti versenyben a házi bajnok a 10. A, 10. B osztályból. Kérem szépen őket, akik átveszik, gratulálok nekik! Tisztelt vendégek,
30 éves szorgalmukat és sikereiket, szeretnénk még megköszönni külső segítőinknek is az éves munkáját. Elsőként a hittan oktatásban, a hittan oktatásban betöltött szerepéért, segítségéért köszönettel tartozunk, nézem, de nem látom, Szebeli Erzsikének. Lehet, hogy itt van, csak nem látom. Szebeli Erzsébe. Aha, itt.
én kaptam meg azt a megtisztelő feladatot, hogy a szülők nevében köszönetet mondjak önnek, gyermekeinkért végzett munkájáért. Egy Teréz anya idézettel folytattam, akitől ön is gyakran ezért idézett nekünk gyermekeinknek. Amit teszünk, az talán egy, alig egy csepp a tengerben. De ha nem tennénk, mi is tettünk, hiányozna a tengerből. Szülőként én is tapasztaltam, hogy az igazgató tisztelettel és nagy szeretettel fogadott mindenkit, aki gondjával önhöz fordul. Hosszú évtizedeken keresztül megőrizte türelmét és nyitottságát. Ajtaja mindig nyitva áll előttünk is. A Teréz anya idézetében egy csepp a tengerben emlék. De amit az igazgató úr tett, az nem egy csepp. Minden követ megmozgatott azért, hogy a sikergyerekek ideális és szép környezetben tanulhassanak. Gondolt diákjaink jövőjére. Elengedhetetlennek tartotta, hogy szakmát is tanulhassanak. És szívos munkával megteremtette ennek feltételeit. A szakmai képzés mellett fontos volt számára az erkölcsnevelés is. Lehetővé tette, hogy a nehezebb sorsú gyerekek is eljuthassanak távolokba, kirándulásokra is. Befogadta és szerteágazó figyelemmel támogatta határon túli gyermekeket is. Munkája nem egyszerűen egy oktatási intézmény vezetése volt, hanem a diákok támogatásán keresztül egész családok sorsát tudta megváltoztatni. Úgy törődött a diákjaival, mintha a sajátjai lennének. Igazgató úr iskolánktól búcsúzik, munkája azonban ezzel nem ér vége. A fogyatékos személyek esélyegyenlőségéért közalapítvány elnökeként továbbra is képviselni fogja nem csak a siketek, hanem más fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek érdekeit. Köszönjük önnek, hogy sajátjának érezte gondjainkat, hogy ennyit fáradozott értünk, és további munkájához jó egészséget és sok sikert kívánunk. És szeretetünk jeléül, fogadja el tőlünk ezt a virágcsókot és a gyerekek által készített ajándékot. Egy álmom. Szerettem volna, ha iskolán tanulói egy kórust alkotva énekelnének. Talán emlékszel rá. Ez az álom az ő tiszteletére megvalósult, és a következő dalt iskolán kórusra küldi igazgató úrnak, mint ahogy régen mondták, szívküldi színnek szívesen. Egy van fogad szeretettel emlékül.
egyiket. Nagyon-nagyon köszönöm a meglepetést. Na valóban elég nehéz volt talpon maradnom, hogy ne hatódjak meg, úgy, mint Judit néni. Nagyon köszönöm a kedves megemlékezést. És valóban úgy gondolom, hogy jövök én még vissza ide az iskolába. Tehát nem kell végképp elbúcsúznunk, fogok bejárni az iskolába egyrészt. És az is igaz, hogy nem fogok teljesen úgymond nyugállományba vonulni. Nagyon sok munkám lesz még a jövőben a fogyatékos gyermekekért, a fogyatékos felnőttekért általában. Nem csak a hallássérültekért, hanem a fogyatékosokért Magyarországon. Ez annyi munka lesz, hogy biztos, hogy nem fogok unatkozni. Szeretnék sokat pihenni, és amikor lehet, és várnak, meghívnak ide az iskolába, akkor visszajönni. Nagyon-nagyon kellemes nyári pihenést kívánok mindenkinek. Köszönöm ezt a meglepetést, nem számítottam rá, nem is szeretem az ilyen köszöntést. Úgy gondoltam, hogy ezt ki kell bírni, végig kell valahogy élnem. De nagyon jól esett. Mindenkinek a nyári pihenés előtt én is szeretnék egy újdonságot mondani, talán szülők számára lesz ez újdonság, hogy az én kilépésemmel, ami augusztus 15-ét jelenti, augusztus 16-án új igazgató fog belépni, és szeretném a nevét mondani, bemutatni nem kell, mert Szabó Zsuzsa tanárnénit mindenki ismeri. Ő fogja átvenni augusztus 16-ától az iskola vezetését, senki számára nem ismeretlen, tehát így bízhatunk abban nyugodtan, hogy jó kezekben lesz az iskola, és az iskola tovább fejlődését fogja ő támogatni és segíteni. Még egyszer mindenkinek nagyon köszönök minden, és azt hiszem, hogy további meglepetés és műsor nem lévén, én bezárhatom a mai programot? Kérdezek Kriszta néni. Oh,